Be kell csuknod a szemed, úgy láthatsz meg engemet, hogy megkódítsd a szívem, ismerned kell lelkemet. Idén a tiszaparti városban Szolnokon üdvözölhették az új és régi roma szakkollégiumi hallgatókat, hogy együtt készüljenek a következő tanévre. Igazi közösségépítő találkozó volt ez, amelyet 2011 a keresztény roma szakkollégiumi hálózat megalakulása óta minden szeptemberben megtartanak. Idén a debreceni Szent Miklós görögkatolikus roma szakkollégiuma várta az ország 11 intézményéből érkező csaknem 300 hallgatót. A keresztény roma szakkollégiumi hálózat a közös jövőt építő cigány értelmiség képzése érdekében 2011-ben indult. Jelenleg 9 településen 11 roma szakkollégium működik 327 diákkal. 2010 óta kétszeresére nőtt a roma egyetemisták aránya. A 2017-18-as tanév végéig összesen 158 hallgató 231 diplomát szerzett alap- és vagy mesterképzésen. A keresztény roma szakkollégiumi hálózat európai szinten egyedülálló kezdeményezés. Példa arra, hogy az állam és az egyházak, valamint az egyetemek a közös cél érdekében összehangoltan és hatékonyan tudnak együttműködni a roma felzárkóztatás területén. Debreceni Szent Miklós szakkollégium, görögkatolikus szakkollégium a vendéglátó, és többen csodálkozhatnak, hogy miért van Szolnokon. Nekünk itt Szolnokon egy nagyon szép cigány missziós területünk van. Hát ide akartuk elhozni a diákokat, a keresztény roma szakkollégium, illetve a roma szakkollégiumnak a diákjait, hogy egy kicsit bekapcsoljuk őket az itteni munkánkba, meg mindig nagyon jó, amikor mások látják az ő csak az arcukat, a jelenlétüket, a közösségüket. Ennek nagyon nagy jelentősége van. 8. éve nyitjuk meg a roma szakkollégiumok tanévét, és hát igazából az elején azért nem voltunk ennyien. 2011. március 19-én írta alá 4 történelmi egyház és Balogh Zoltán akkori államtitkár, későbbi miniszter azt a megállapodást, amivel megalapították a roma szakkollégiumokat, úgyhogy azóta van évnyitója a roma szakkollégiumoknak. Akkor még összesen 57 hallgató volt, hát most már több százan vannak, úgyhogy egyre növekszik azoknak a száma, akik roma szakkollégiumba járnak, vagy jártak és végeztek. Most már közel 200 körül van azoknak a száma, akik már végeztek és megszerezték a diplomát. Ez az első olyan évnyitónk, ahol maga az évnyitó is már önkéntességről szól, vagy hogy mondjam, inkább arról szól, hogy amit ők kaptak, azt abból adnak. Az egész évük egyébként ilyen, mert hogy a roma szakkollégisták mindig önkéntes munkát végeznek, és szakmai munkát végeznek az elesettek felé, de ezt még az évnyitón nem csináltuk sohasem. Úgyhogy hát tulajdonképpen új szokást vezettünk be, hogy az önkéntesség is megjelenik az évnyitón. Egyébként nem csak egyházi szakkollégiumok vannak, hanem egyetemi szakkollégiumok is, de ez a 11 szakkollégium független attól egy egyházi vagy egyetemi. Az évnyitót azt mindig ünnepi istentisztelettel kezdi, most is ökumenikus istentisztelet lesz az ünnepi évnyitóm, és ezt a szokást, ezt nyilván meg fogjuk tartani, nem csak azért, mert hogy egyházi szakkollégiumok, hanem azért, mert szeretnénk, hogyha ezek a fiatalok tényleg hittel fordulnának az élethez, és hittel fordulnának az életkezdésükhöz. Mi közel 10 éve támogatjuk a roma társadalmi felzárkózással kapcsolatos programok egy részét. Az egyik kedvenc projektünk a roma szakkollégiumok, és azon belül is a keresztény roma szakkollégiumi hálózat programjait. És ezért tartom nagyon fontosnak, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy a roma szakkollégisták a saját szakkollégiumokon kívül a többi hallgatóval is összejöhetnek, kapcsolatot köthetnek, hiszen az életben ezt tudjuk, hogy a kapcsolati háló nagyon fontos. Nekem ez a szakkollégium szó szerint az otthon, amin itt lakok. A debreceni Szent Miklós görögkatolikus roma szakkollégium hallgatója vagyok, és számomra ez a szakkollégium szó szerint első az, hogy család, és az, hogy egy olyan közösségben vagyok, ahol mindenki megbecsül, ahol tiszteljük egymást, és ahol tényleg ez egy olyan közösség, ahol szó szerint otthon találtam én is magamnak. Az idei évben a Szent Miklós görögkatolikus roma szakkollégium a
találkozónak a házigazdája. Szolnokot választottuk helyszínül. Egyrészt itt találtunk egy alkalmas helyet, ahol 280 diákkal és a meghívott vendégekkel, kollégákkal elférünk, és egy olyan területen, ahol senkit nem zavarunk, és lehet este egyetemistaként bulizni is. Másrészt pedig Szolnok városában nekünk van két olyan oktatási intézményünk, ahol a hátrányos helyzetű gyermekek száma és a roma gyermekek száma aránylag magas, és azért is választottuk ezt a helyet, hogy ha már itt vagyunk, tudjunk itt példát mutatni nekik, illetve tudjunk itt segíteni az itt levő oktatási intézményeinknek, hiszen a szakkollégiumoknak a programjában az önkéntes munka egyébként is szerepel. Ezt most nem csak a otthoni programban mutattuk meg, hanem itt együtt közösen tegnap. A KRSH szerintem olyan szempontból jó, hogy megismerhetünk olyan roma fiatalokat, akik szintén egyetemisták, több szakról, több egyetemről, az ország különböző pontjairól, és egy eszmecserét csinálhatunk egymással. Tehát elmondhatjuk egymásnak a tapasztalatainkat, elmondhatjuk, hogy mit tanultunk, esetleg mit nem, és hogy miben tudunk egymásnak segíteni, mert számtalan olyan barátság szövődött már itt a KRSH-n belül, ami során egymásnak is sokat segítettünk. Tehát, hogy bármi probléma adódott, akár tanulmány szempontból, akár élet szempontból is, nagyon sokat tudunk egymásnak segíteni. Ezért jó a KRSH. Ugye ezt a 8. tanévnyitót, ezt hát nagy örömmel vártuk, és nagyon bízom benne, hogy aztán majd jön a 9., a 10., és majd jubileumi 10. évnyitó után hát nagy számot vetünk, hogy hol tartunk, de eddig tényleg azt kell mondanom, hogy fejlődés van, növekedés van, és egyre több végzett diplomás hallgatót adnak a roma szakkollégiumok.